Élményidézésről van szó, mondta megnyitó beszédében Feledi Balázs művészeti író, Skoda Éva festőművész legutóbbi kiállításán a KMO előtér galériában. A képeken nem csak a tengerpart feledhetetlen színei és a boldogság érzete elevenedik fel, hanem az alkotó társának, Vincének alakja is. A horvátországi képsorozat darabjai a festőnő 2001 és 2009 közötti családi nyaralásain készültek. Valamit a helyszínen megfesteni, és valamit a műteremben megfesteni, ha ugyanaz a téma, és az egészen más az eredmény. Na most itt, ezen a kiállításon, ugye többen reagáltak úgy, hogy figyeltem, hogy bejöttök, nem csak az, hogy tél van és itt nyár van a képeken, hanem ez a frissesség, ez a ropogóság, ez az elevenség, ez valóban lehet, hogy csak térdelve vagy négy kézláb, ott a beton peremen vagy a tengerparton lehet előállítani, de ott is csak akkor, ha a festő nagyon akarja ezt az élményt megörökíteni és papírra vetni. A művészeti író éppen ezért a Munkanapló alternatív címet adta a kiállításnak. Külön érdekesség, hogy maguk a munkafolyamatok egyes pillanatai is láthatóak azokon a fotókon, melyeket a festőnő férje készített. Vince a férj, a tavaly váratlanul elhunyt társ alakja azonban nem csak az általa készített képek formájában, hanem vizuálisan és a szívekben is megelevenedett. Érdekesek az emberi viszonylatok. Nagyon szépen vannak földobva ezek a figurák, és hát tulajdonképpen ebbe illeszkedik bele az az emlékezés, amiről polgármester úr beszélt, hogy itt Vincének a személyisége nagyon fontos, ahogy látjuk a képeken az ő megörökítését, ez tulajdonképpen mindannyiunkat elérzékenyít, és egy történelmi táblatba helyezi a sorozatot. Az alpolgármester Vincek György személyes kötődése okán több ecsetvonásban, egy-egy vonalban is felismerte Vincét. Ez a kiállítás tényleg erre alkalmas, hogy mindenki egy picit magányában végignézi, és ráeszmél arra, és egyformán hódolhatunk a horvát tengerfal csodálatos szépségének, és természetesen annak a személynek, aki hozzánk közel állt, Vince, akire a kiállítás kapcsán is tudunk emlékezni. A képek még a teljesség időszakában készültek. Frissek, természet- és emberközpontúak, színpompásak. Feltöltik a nézőt, akárcsak ha ott lenne maga is Horvátországban. Adriát mindig úgy szokták mondani, hogy egy mediterrán érzés, sokszínűség, vidámság, szabadság és fiatalosság jellemzi, de most, ahogy bejöttem ide a KMO-ba, és megláttam a képeket, tényleg az az érzés fogott át, ami bár én nem ismertem a kedves festőművésznőnek a párját, de olyan, mint amikor én is édesapámat lassan most már 8 éve, hogy elvesztettem, ugyanezek az érzéseket én is beleláttam a képekbe, mert édesapámat lent az Adrián búcsúztattuk el, úgyhogy egyfajta olyan belsőséges érzést éreztem. Azt kívánom mindenkinek, hogy érezze olyan jól magát ezen a kiállításon, ahogy én éreztem magam a tengerparton, és ebben a téli napon érezzék ezt a nagyon nagy örömet és napsütést, amiben nekem volt részem, és a boldogságot, mert ez egy kicsit a boldogság pillanatainak a felevelenítése. Örülök, hogy eljöttetek. Skoda Éva Hódolat Horvátországnak című kiállítását március 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők a KMO előtér galériájában. A festőnővel a híradót követő magazinunkban beszélgetünk a kiállításról.